Szia! Herpácsi Gál vagyok, a profibarkás.hu-tól. A mai videóban a tavaszi és az őszi ágfűrészelés, ágvágás, meccés és ilyen témakörrel fogunk foglalkozni, és azon belül is speciálisan a kézi ágvágás és ágfűrészelésről lesz szó. Ugye három különböző témában lehet csoportosítani ezeket a kézi szerszámokat. Vannak a ágvágó fűrészek, vannak az ágvágók, és vannak a keretes kézi fűrészek. Mindegyikről beszélek egy pár szót, hogy könnyű legyen majd utána a weboldalunkon kiválasztani, hogy melyik típus az, ami számodra a legmegfelelőbb. Előrejelzem, hogy nem az a lényeg most, hogy éppen melyik márkát mutatom neked, hanem az, hogy hogyan, mi a logikája ennek, hogy mire figyelj, amikor választod ezeket a készülékeket, ezeket a szerszámokat. Menjünk akkor először az ágvágó fűrészekhez. Az ágvágó fűrészekből vannak ezek az egyszerűbb típusúak, amik ilyen bicska formával működnek. Van rajta egy ilyen kis kallantyú, ezzel tudod rögzíteni ugye az ágvágó fűrészedet. Ugye ezek kifejezetten száraz és nedves ágak vágására, inkább kisebb ágak vágására alkalmas váltott fokozású, és ezáltal ugye oda-vissza vág. Jó nagy fogai vannak, ennek köszönhetően ugye jól tudja kihordani a például nedves fából is a fűrészport. A következő, ami nem összecsukható, hanem fixpengés kategória, van a fixpengésből, ez egy hajlított típusú, egy ilyen övre szerelhető, övre csatolható tartóval, és akár ugye a létre tetején könnyedén elhelyezhető, sokkal jobban kézre áll, mint ez az előző típus. Ugye ezt inkább zsebbe hordjuk, ezt pedig az övre csatoljuk föl. És akkor van egy másik típusa, ugye ez volt a hajlított, ez pedig kifejezetten az egyenes vágás. Itt általában nagy különbségek nincsenek, ki mivel szeret dolgozni, kinek mi áll jobban kézre. Ugye az egyenesek általában picit hosszabbak, ő 300 mm-es, ez pedig egy 250-220 mm környéki pengével rendelkezik. Van egy speciális penge, ez egy nagyon rugalmas pengéjű. Ennek az a lényege, hogy ő vele, ugye míg ezekkel oda-vissza vágáskor is tudunk fűrészelni, ezt úgy hívjuk, hogy japán fűrész, ez kifejezetten precíziós, hézabmentkettős vágásokhoz alkalmas, és mivel ilyen rugalmas a pengéje, ezáltal könnyedén oda tudod tenni akár egy lapos felülethez is úgy tudsz vele vágni, tehát ez nem csak az ágvágáshoz, hanem egyéb mondjuk műanyag, vagy rétegelt lemez, vagy bútorlap, vagy fáknak a vágása is alkalmas, vagy precíziós vágások, például amikor olyan meccést végzel, vagy olyan műveletet kell végezni, ami precíziós munkát igényel. Amiatt, hogy ilyen hajlékony a pengéje, ezért inkább azt javasoljuk, hogy húzással vágunk, tehát nem oda-vissza, hanem mindig csak a húzó éleket, a fogak is egynek megfelelően vannak egyébként kialakítva. Ami még ennek a fűrésznek az előnye, hogy ebben a lap cserélhető, míg az általános ágvágó fűrészekben nem. Ezt egyébként a webáruházunkban külön meg tudod vásárolni. Van egy nagyon hasonló ezekhez, egy ilyen nagyon furcsa amorf szerkezet, az a neve, hogy hernyózó fűrész. Fűrész, ez viszont egy kombináció, hernyózó fűrész és magassági ágvágó. Ugye ebbe a pontba tudsz beletenni egy hosszabbító rudat, be tudod tenni ide, felakasztod az ágra, és ugye ahogyan meghúzod ezt a csörlő rendszeren keresztül, a metszőoló kifordul és elvágja neked az ágat, tehát nem kell létrázni hozzá, hanem magasan elérhető ágakat ezzel tudsz metszőolóval, kvázi magassági metszőolóval így dolgozni, és van hozzá itt egy fűrészlap, egy hajlított pengéjű, fix pengéjű ágvágó fűrész, és ezt tudod kicserélni majd a metszőolódnak a helyére, vagy a metszőoló fej helyére, és ezzel tudod majd akkor a fűrészelést, ha éppen azt igényli a rendszer. Logikusan, hogy a kisebb ágakat metszük, a vastagabbakat inkább fűrészeljük. Menjünk tovább az ágvágó kézi készülékekre. Ennek a legegyszerűbb módozata, ilyen extúlos márkájú például 25 mm átvágásra alkalmas, ez kvázi egy nagyra nőtt metszőolló, ami ugye az erőkar meghosszabbításával könnyebbé teszi számodra a vágást. Ebben semmilyen speciális történet nincsen, mindjárt mutatom a többieknél, hogy mi az, amivel ezeket lehet
fölfejleszteni ezeket az ágvágókat. Ugye ez egy sima mellévágós és teflonos a pengéje. Amikor lépünk egy következő kategóriát, akkor kétfajta megoldással lehet ez a kettő megoldás, mindegy, mindjárt megmutatom neked. Az egyik típusút úgy tudod hosszabbítani, hogy egy ilyen eltekerhető módon, mint mondjuk a festő hosszabbító szárat, tehát ezt egészen ilyen hosszúra ki tudod tekerni. Ugye ennek az a jó, hogy minden ponton megállítható ez a típusú megoldás, míg a van egy másik, ami egy ilyen alumínium szerkezet, ezek általában könnyebbek egy picit, ezt leveszem róla, hogy jobban lássátok, ezt egy ilyen gomb megnyomásával kell a két szárat külön-külön. Ugye ennek az lehet esetleg a hátránya, hogy csak ezekben a köztes osztásokban tudod állítani az ágvágódnak a hosszát. Ugye ezzel egyrészt az elérhető távolságot tudom növelni, de inkább ezeknek a legnagyobb előnye az, hogy ezzel tudod magát az erőkart nagyobbítani, ezáltal tudod a egy nagyobb ágakat könnyedebben minél kevesebb erőbefektetéssel elvágni. Tehát ez 25 mm volt az egyszerűbbik, akkor van a fejek között, ez egy olyan típusú fej, mindjárt mutatom itt a kamerába, ez egy olyan típusú fej, ami rávágó típusú, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a faág nem tud elfordulni, mint a sima metszólónál, vagy mondjuk a mellévágó típusnál. Ebben ugye itt van egy ilyen fogazás, beteszed ide az ágat, és akkor ahogy húzod rá, ő egyből elvágja, nem akar így oldalirányba, tehát a sérülés veszélye az ágnak sokkal kisebb. Míg van egy másik típus, úgy ez most éppen egy mellévágó típusú, de ő pedig már egy áttételes megoldással, ezt is próbálom így a kamerába mutatni, a másikba is, jobban meg tudjátok nézni, és ez ugye az indító erő, amivel el tudod vágni az ágat, az sokkal kisebb, mármint amit te fejtesz ki, viszont mégis egy nagyobb ágat tudsz átvágni. Ezzel már akár 45 mm-es ágat is át lehet vágni ezzel a készülékkel, ezzel a rávágóssal pedig ilyen 38 mm környékén. Ezek voltak az ágvágók. Logikusan ezeknek a tulajdonságoknak kombinációját össze tudod rakni a webáruházban, hogy melyikre van neked szükséged, ezek csak tényleg példák voltak. A keretes fűrészek, ugye ez mindenki által ismert, favágásra alkalmas fűrészek, ugye itt ami speciális, hogy ezeknek ritka fogazású, kifejezetten nyers és száraz ágaknak, a fa rönköknek a forgácsának a kihordására vannak kifejlesztve. Ennek például van egy ilyen kézvédője, ennek az utólagos megfeszítése egy picit egyszerűbb ezzel a tekerő megoldással, hogy logikusan, hogyha már nyúlik a penge, vagy vannak ezek is különböző hosszokban és méretekben elérhetőek, például itt egy nagyobbik esetén pedig nincsen utánállításod, kvázi azzal feszül meg a penge, de ennek például a penge cseréje sokkal könnyebb, mert ennek a karnak a meghúzásával kvázi azonnal elérhetővé válik a pengének a cseréje, és egyből megfeszül. Ezeket általában úgy tudod állítani, hogy itt van a végén plusz egy-egy lyuk készítve a fűrészlapnak a végén, és egyel közelebb tudsz lépni a kereten, hogyha már a keret vagy a penge engedett volna. Azt gondolom, hogy ennyi bőségesen elegendő elsőre az ágvágás témaköréről. Ha bármilyen kérdésed van, kommentelj a videó alatt, hívj fel ügyfélszolgálatunkat, és további szép napot kívánok!